London nyugati részén, Ealingben található a londoni magyarok legnagyobb találkozóhelyeként emlegetett Szent István ház. A 290 négyzetméter alapterületű háromszintes épület közel 10 éve ad otthont magyar kulturális rendezvényeknek. A földszinten található a legnagyobb helyiség, amely a Mindszenty terem nevet viseli. Itt közel 200-an férnek el, a ház többi szintjén pedig kiadható szobák vannak, de található itt modern konyha is, ami lehetővé teszi akár esküvők megszervezését is. A ház az elmúlt években pezsgő kulturális élethelyszínévé vált, rendszeresen követik egymást egyházi és világi események, de akár magyar könyveket is kölcsönözhetnek az érdeklődők. Ezek a könyvek mind adományból gyűltek össze, itteni magyarok, akik őrizgették az értékes könyveiket, ők mindig keresnek meg bennünket, és az évek folyamán, évtizedek folyamán gyűlt föl ez az elég értékes, több száz könyvből álló gyűjtemény. Hát most már ott vagyunk, hogy már a határokat feszegetjük, már lassan nincs hová tenni, úgyhogy mindig szelektálunk, mi is tovább adományozunk belőle, illetve karácsonyi vásárunkon, az éves nagy vásárunkon, akkor mindig kitesszük, és az emberek megvehetik, ezzel is támogatva az egyesületet, a házat. Ugye 2004-től, mikor megnyitották a határokat, hát akkor nagyon sok magyar jött ide, és akkor indultak be igazából a rendszeres programjaink itt ebbe a házba. Kísérleteztünk mindennel, amiből egy idő után tradíció lett. Itt most említeném a különféle bálokat, a különféle programjainkat, irodalmi estek, filmklub, társasjátékklub. A kulturális rendezvények mellett a Szent István ház ad otthont a magyarok nagyasszonya főlelkészségnek, vagyis itt él és dolgozik a szigeteken élő magyarok főlelkipásztora. Az első emeleten található apró kápolna termében ma csupán néhány ember számára tart istentiszteletet Csicsó János, ám a vasárnapi miséken közel 100 főre tehető a rendszeresen résztvevő hívők száma. Ugye ez egy komoly kihívás, pláne ebben a szekularizált világban, ahol tudjuk azt, hogy az értékek, az igazi keresztény és magyar értékek kezdenek így háttérbe szorulni, úgyhogy tehát a Szent István ház ezt a célt szolgálja, hogy a itt élő magyarok meg tudják őrizni a hitüket, a vallásosságukat és a hagyományaikat kulturális téren, ugye beleértve a magyarságunkat. Tehát én ebben látom igazából a Szent István háznak a küldetését. Az épület az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesületének a tulajdona. A szervezet 1954-ben alakult, majd röviddel ezután közadakozásból vettek meg egy Notting Hillben található épületet, amelyet Mindszenty bíborosról neveztek el. A Mindszenty ház több mint 50 évig szolgálta a hívők igényeit, a 2000-es évek elején azonban drasztikusan megnőtt a kitelepült magyarok száma, így egy nagyobb házra volt szükség. Az Ealingi ingatlan egykor katolikus iskola volt, bővítés miatt azonban az épület eladóvá vált. És ezt azért tudtuk meg, mert az unokáim akkor éppen oda jártak, és a szülőknek küldtek egy levelet, hogy most, hála Isten, építhetnek, és ez a ház eladó lesz, és mi akkor kerestünk egy új házat, mert az Notenkit, Hallit kinéztük, Hilgét itt már kinőttük. Úgyhogy ezt én szerintem az Isten újja volt, ennek így kellett lennie. Az egyesület szorosan együttműködik az egyházközséggel. Munkájukkal a lelkész erőfeszítéseit támogatják. A hitélet fejlesztése mellett az önkéntesek munkájára építő egyesület azonban korán felismerte a hit megtartó erejét, közösségfejlesztő szerepét. A célja természetesen az, hogy helyet adjon a szentmiséknek, és helyet adjon egy közösségi életnek a magyarok számára. Abszolút nem csak katolikusnak, mindenkit nagyon szívesen látunk, sőt, még az istentisztelet és misékre is járunk egymásért, szóval ez tényleg egy általános egyesületé, vagy helyé vált, magyarok találkozó helyévé, ami a cél volt, és ez megvalósult. Dr. Kohári József, az egyesület első titkára 1956-ban így fogalmazta meg az egyesület célkitűzéseit. Gondoskodjunk olyan baráti légkör megteremtéséről, hogy öröm legyen ide járni. Legyen a Mindszenty otthon barátságos, meleg sziget az idegenben.
60 évvel később a gazdag programkínálat, a rendezvények sokszínűsége arról árulkodik, hogy az Egyesület munkatársai, illetve az önkéntesek a Szent István házban is magukénak érzik a fél évszázaddal ezelőtt megfogalmazott célokat.